Először vetett olajrepcét Kalmár Zoltán. Az oromi termelő a tavalyi szárazság miatt változtatott a vetésszerkezeten. Most az őszi vetésű növényekre helyezte a hangsúlyt. Az időjárási körülményekhez képest elégedett a növényállománnyal. Vetéskor volt egy kis csapadékhiány, akkor nehezen akart kikelni, de utána szerencsére kapott csapadékot, és szépen kifejlődött, majdnem túlságosan is megerősödött az ősszel, de most úgy néz ki, hogy jó állapotban van. Az időszakos csapadék csak a talaj felső rétegét áztatta át, hívja fel a figyelmet Burány Ernő. A zentai agrármérnök azt mondja, mélyebbről továbbra is hiányzik a nedvesség, ami kedvezőtlenül hathat ki a növények tavaszi növekedésére. Felső 15-20 centi egyenlőre tűrhető, és ez táplálja a növényeket, amennyire ugye télen van némi víz szükséglet, de az alsó rétegekben szerintem legalább 100 mm csapadék hiányzik, és nagyon jó lenne, hogyha ez a tél végéig megjönne, akár hófolya alakjában, vagy pedig többször mondjuk egy 20-30 mm-es eső formájában, mert akkor tudna a talaj normálisan leengedni az alsó rétegekbe. Az enyhe idő miatt a kalászosokon, elsősorban az árpán megjelent a hálózatos levélfoltosság, figyelmeztet Bábics Andrea. A zentai növényvédő szakmérnök úgy véli, a búza is ki van téve a rozsdafertőzésnek. Detektáltunk már szeptúriás levélfoltosságot a búzákon, itt-ott egy-két rozsdafoltot, de nagyon kevés növényen, tehát nincs jelentősége, még az árpákon ott nagyobb tömegben vannak. Jelen a tünetei a gombabetegségnek, a hálózatos levélfoltosság, és a bujább állományokban a lisztharmat is jelen van. A gazdáknak fokozott figyelmet kell szentelniük a növényekre, és az időjárás alakulása függvényében időben megkezdeni a kártevők és a gombabetegségek elleni védekezést, különben hatalmas terméskiesésre számíthatnak.